kell aludni, nem is tudsz aludni. De csak fájdalmat. De itt voltál katon. De bújva, ne fagyjunk meg. Jön be. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt. Sziasztok! Erőt egészséget! De ezt úgy kell mondani, hogy királyok! Jó reggelt királyok! Jó reggelt királyok! Hát... szeretettel köszöntök mindenkit a 13. Aeroking Kupa egytörnyő szélbogló versenyen. Én nagyon szeretném mindenkinek megköszönni, hogy annak ellenére, hogy a jelenlegi helyzet az országban azért nem mondható túl rózsásnak, ugyanúgy, mint ahogy most sajnos még az időjárás egyelőre nem engedi meg, hogy ugorjunk, de remélem, hogy egy rövid időn belül azért csak el tudjuk kezdeni. Úgyhogy a nehézségek ellenére én szeretném mindenkinek tisztelettel megköszönni azt, hogy itt van, és bízom benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát a barátai társaságában, mert én biztosan jól fogom érezni magát. Én leszek a verseny főbírója. Fev Gyuri barátom, Pap Ákos barátom, és Hajdú Laci, Kukori barátom. Majd mi így megosztozunk abban, hogy kik lesznek, akik rögzítik az eredményeiteket. Mindenkinek nagyon jó eredményes versenyzést kívánok, és még egyszer megköszönöm azt, hogy eljöttetek és megtiszteltetek bennünket azzal, hogy versenyezni fogtok. Köszönöm szépen az Albatrosznak, repülőegyesületnek, hogy lehetővé tette számunkra, hogy itt ezen a repülőtéren tudjunk versenyt rendezni, és természetesen azokkal a segítségekkel, amikkel hozzájárul, ugye a szivacs, a helybiztosítása, a repülőgép, tehát enélkül nem tudnánk megcsinálni a versenyünket. De természetesen ti is kellettek hozzá, mint versenyzők, mert versenyzők nélkül se lehet versenyteni. Úgyhogy, úgyhogy még egyszer köszönöm, és akkor megejtjük a sorsolást, jó? Ha kerül ki a sorompot, és gyere ide, ahol itt törődünk. Mindenki tudja, hogy most szerencséje van, vagy nincs. Az a haditer, hogy 5 csapat van. Hogy ma lenyomnánk 4-et, mert hogyha... Legalább, ha belefér az időbe. Ha csak délbe tudunk kezdeni, ugye a tegnapi napon kiindulva, akkor a 4 azért az reál. Azt majd holnap a reggeli órákban, meg a délelőtti órákban eldöntjük, hogy mennyi ugrást szeretnénk még, egyáltalán hogyan folytatjuk a versenyt, jó? De mi szeretnénk, hogyha a 6 ugrás lemenne, rajta leszünk, tehát ugye, mint tudjuk, nem minden esetben rajtunk múlik, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni. Akkor sorcsolás? Igen. SHS-1. Húzzás országot. Te vagy akkor, mi vagyunk az SHS-1? A göbölös krajcsi nagy... Vagy nem, az nem te vagy. Nem te vagy. Akkor azért. Göbölös krajcsi nagy Zoli Kiszel. Nézd meg te. De megnézheted egyébként, de megmutatom neked. Megmutatom neked. Pillanat. Egyes. Mindez iskolában. Mind az 5 benne volt. Eszel se 2. Kéri Tibi, Tóth Nándi, Pula, Józsi, Flamarról. 2-es. Csak nem. 14. 4-es. Wow! Albatros csapata. Német Győző, Budai Zsolt, Paksonyi, Móróc Béla. Remélem, nem egyes lesz. Már kíváncsi. 5-ös. Kérek mindenkit arra, hogy azért egymáshoz tudjon, meg azért mindenki biztonságra próbáljon törekedni, mert jó lenne az, és bízom benne, mint ahogy eddig is mindig így volt, hogy nem történik semmi különleges esemény.
Na ezt nézzétek meg, emberek! Gyere oda, mindegy, hogy mit csinált. Magánügy kategória. Figyelj, nyugodtan szépen ereszkedni, semmi baj. 3-6 cent, 3-2 cent, meg 1-2 cent. Nekem teljesen. Teljesen jó volt az előző Miért filmezett le?
Nehogy letagadja. Elfáradtam a pörgetéstől. Figyelj, figyelj, figyelj! Horváth László! Nem a Zsolt, azt nézze, aki előtt adódik, hogy az milyen. Nem volt, Beci. Bocok. Nem várjátok meg a csapattársokat? Jó. Mondd, hogy magas sarkút vegyél, mert én nem látok. Kerestünk, de ott állt előttünk. Hát várjatok, hol a...
Nincs egy kép, gyere! Béla már bement. Béla ott van hátunk mögött. Kezem.
Nem tudtad leúzni az irányt? Nem. Figyeljetek! Tényleg az a gumiszakadó. A gumiszakadó. Nulla 9-es. Meg elszakadt a gumiszakadó. Magas lett ma. Lábad? Ha? Rendben. Egy kicsit jó volt. De... Magas lett, el is fordultad. De az vestik a fia füles. Kicsi leoldott? Igen. Nem tudom miért. Én tudok valamit, ami igaz. Na! Elnéz! Valami jó van ez. Bassza meg! Nem bírtam már fogni a végén, mert azon is. Ja, tényleg csípjétek is a kettőt. Hol vagyok el? Az enyém hosszabb egy kicsit. Ha már a Feri ilyen nagyobb. Bedicsek egy ilyen. Feri ilyen nagyobb. Összentű. Na, most egyben. Most te! A lukba nyújjál be, nézd meg, fordul, de bent tudjuk. A szalagot hadd hozzam itt le, és akkor szalagot. A lukba, ne a szalagba, ott a luk, lukba nyújjál be, ami rajta van. Abba akarok én is már bele nyúlni. Ó, hadd a kérdez. Na most próbatosan, nem állok. Annyit már megtartok én. És? Azt a kicsit, meg tő, inkább húzzuk le azt az ágat. Mozgást! Még a gumit is megszereztük! Még a gumi is megvan! Megvan a gumi is! Húzzuk fölfele! Királyság! Még a gumi is megvan! Itt a rózsa van! Ez csak rólad! Csak rólad szól! Még a gumi is megvan! Figyelj már! Nem kell újat berakni! Mindjárt így, hogy kell leoldani van! Bazeg öregek botlatoznak itt az éjjel, az egy sötét, sűrű sötét erdőbe. És mit csináltatok? Nehogy itt törjétek össze magatokat. De ügyes voltam. Nocikám, ezt vártuk tőled. Én tudtam, hogy ha te itt vagy, nem lehet baj. Helye, vigyázz. Figyelj! Nem baj!
Na, a következőről van szó. Négy ugrás lement, tehát négy sorozatot megcsináltunk. Kettő sorozat van még. Felmerült annak a lehetősége, hogy a két sorozatot azt holnap délelőtt ugorjuk le. És itt, ahogy hallottam, az Anna Panka beszélt itt több emberrel, hogy elég sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó lenne, hogy ezt a két sorozatot holnap délelőtt csinálnánk meg, vagy reggel, ahogy lehet kezdeni. Az idő, a meteorológia jó időt mond holnap délelőtre is. Tehát nagy valószínűséggel simán meg fogjuk tudni csinálni a dolgot. Az a kérdésem, hogy a csapatkapitányok, illetve mindenki, aki itt van, nyilatkozzon arról, hogy kik azok, akik azt mondják, hogy a mai napra ez a négy ugrás elég, és holnap csináljuk meg a kettőt. Maximum egyet tudunk ma már csak egy, kettő, három, négy. A mai napon már ajánlunk öt. Holnap 9 órakor kezdés van. Megértük ezt is, azt is. Amikor kezdtem vitorlázó repülni, az volt az legelső igaz. Jó Először is mindenkinek szeretnék megköszönni azt, hogy megtisztelt bennünket és eljött erre a versenyre.
nem csak a versenyzőknek, hanem mindenki másnak, aki úgy gondolta, hogy érdekli az, hogy mit csinálnak a többiek, a barátaik, régi ismerőseik, és nagyon örülök annak, hogy a hangulata is a szokás szerint jó volt a versenynek, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek ezt a dolgot. A versenynek. Név szerint is szeretnék néhány embert felsorolni, aki segített bennünket. Nem mindenki van itt, de ettől függetlenül szeretném, ha elhangozna a neve. Hegyháti Zoltán Hegya, aki hát igen, komolyan ki tudott bennünket segíteni abban, hogy a repülőgépét biztosította számunkra. A bölgöli repülőgér az olyan fejlettségi szinten van, hogy rendelkezésre állnak repülőgépek egyéb területről is, úgyhogy ez egy nagyon szerencsés dolog. Igen, azért mondom, hogy köszönöm szépen neki. Szeretném megköszönni a bíróinknak, akik ott álltak és elvégezték a dolgot. Törnyei Laci, Hajdú Laci, és a Pop Ákos és Edina Kutikából. Szeretném megköszönni, nem csak mint versenyző, hogy jelen volt a Józsinak, Pula Józsinak, hanem az Albatrosz részéről nagyon intenzíven kivette a részét abból, hogy biztosítsa azokat a technikai, területi, egyéb feltételeket, ami ahhoz kell, hogy a versenyt meg tudjuk rendezni. Nagy Attila és Szabó Rita nem hagyta azt, hogy mi éjjel halljunk tegnap este. Úgyhogy először a csapat eredményeket szeretném elmondani. Első helyezett csapat lett a SHS-e 1-es számú csapata 41 cm-rel. Meg 41 méterrel. Legharcosabb és legszebb célba húró
számára ajánlott három díjat. Természetesen ez arról is szól, hogy szeretnénk inspirálni az ugrókat abban, hogy ne adják föl és küzdjenek azért, hogy minél jobb eredményeket tudjanak elérni. Akit mi a legjobbnak találtunk ebben a kategóriában, Budai Zsolt. Gratulálok az egyszer Pithez, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Az egész teljesítmény. Második díjazottunk Barkóczi Balázs. Barátom. Rála írva a kukára. Köszönöm szépen. Olyan szar volt. Az önkritikát összeért, de most ezt fogad szeretettel a Tibortól. Azt mondja, hogy és a harmadik díjazottunk pedig Soltész Csaba. Kívánok kitartással jó végeteket a célbókláshoz dolgokat, jó? Köszönjük a kitartást. Köszönjük az általatok összerakott munkát, meg ezt a hozzáállást, meg a gesztust egyáltalán, amivel az egészet szervezitek. Azt érezzük azt a véletlen szeretetet, meg az odaadást részetekről, és szeretnénk ezt még megköszönni nektek így egy távol üléssel. Nagyon szépen köszönöm Mészáros Gyújtának, hogy eljött a köreimbe, és megtiszteltetek a gyermekeket. Tegnap beszélgettünk itt este a Paliékkal, azt látjátok, azért nehezen is, de összejött a legszebb időben, nem a legszebb időben már. A fajnak felvetettem azt, amire egyébként idén is beszéltük, hogy már hogy csak azért, hogy felvetésként legyen meg a fejetekbe, mert lehet, hogy kicsit nagyobb rendezvényt nem csinálni, mint tudom, hogy májusban az elsők között akkor rendeznénk meg az Elekin kupát, itt, meg az is ilyen két napos lenne, mert látjátok, azért jobb, hogy mind egy napos, és akkor elrohanni. Csak úgy gondolatképpen, gondolatévesztésképpen azért szerettem volna ezt felvetni. Jó? Majd megbeszéljük a kollégákkal. Nyilván ezt majd meg ki kell találni és értesítést. Esetleg egy hosszú hétvége az nekem mondjuk megint megtudna jobban. Majd akkor adnám az időt. Remélem, hogy jövőre veletek ugyanitt is lehet, de ezt majd nyilván erről értesítést fogjuk tudni. Köszönöm szépen még egyszer! Ezzel a 13. bajnoki kupát megválasztottuk.